Egy emelt szintű érettségi és egy B2-es nyelvtudást igazoló dokumentum szükséges ahhoz, hogy valaki megkezdhesse 2020. szeptemberében a felsőoktatási tanulmányait. A jogszabály egy kormányrendelet értelmében már 2014-ben hatályba lépett, így 5 éves felkészülési idő állt a gyerekek rendelkezésére. Az előző években az emelt szintű érettségi és a nyelvvizsga többletpontnak számított a felvételén, most azonban ennek megszerzése feltétel lesz. Aki viszont teljesíti a felvételhez szükséges egy B2-es középfokú nyelvvizsgát, és utána további idegen nyelvből tett nyelvvizsgával rendelkezik, annak a középfokú nyelvvizsga után továbbra is jár a 28 plusz pont, illetve a felsőfokú, ugye a C1-es után pedig jár a 40 plusz pont. Az emelt szintű érettségiért azonban továbbra is csak akkor lehet többletpontot kapni, ha a kiválasztott szakon az kötelező vagy választható, az eredmény pedig legalább 45%-os. A jogszabály érvénybe lépésével a pontszámítási rendszer is változik. Készüljenek fel a 2 emelt szintű érettségihez, mert ezzel biztosabb az összes lehetőség nyitva marad előttük. Ha ennél alább adják, akkor már előfordulhat, hogy nem úgy jönnek össze a többletpontok, illetve a pontszámok, ahogy azt ők elképzelték. Az még nagyon fontos, hogy tisztában kell lenni minden felvételizőnek, hogy azok az intézmények, ahova be szeretne kerülni, konkrétan milyen tantárgyakat tűztek ki, miből fogadják el az emelt szintű érettségit, nehogy mellé tanuljanak, és azután derüljön ki, hogy jaj, hát oda éppen nem is az a tantárgy kellett volna. A kritérium feltétel teljesítéséhez azonban bármilyen államilag elfogadott emelt szintű érettségit és nyelvvizsgát teljesíthet a felvételiző. A nyelvvizsga szabályok a 2020-ban érettségizők számára megváltoztak, és egy érdekes kiskaput is hagytak. Akinek 2 különböző nyelvvizsgája van ugyanabból a nyelvből, az egyikre, ha mind a kettő mondjuk B2-es komplex, akkor az egyik az teljesíti a bemeneti feltételt, a szükséges feltételt, a másikra viszont 28 többletpont adható. Ez azt jelenti, hogy a felvételiző például angol nyelvből középszinten teljesít egy nyelvvizsgát, majd ugyanebből a nyelvből ugyanezen a szinten egy másik nyelviskolánál is tesz egy vizsgát, akkor ezért már 28 többletpont jár a tanulónak. Kecskeméten az idegen nyelvi vizsgára való felkészülést azonban a Neumann János Egyetem biztosítja a tanulóknak. A város ugyanis 3,6 millió forintos támogatással járult ahhoz hozzá, hogy az iskolával együttműködésben a felsőoktatásba jelentkező helyi középiskolásokat hatékony és gyors tanfolyammal készítsék fel a nyelvvizsgára. Ez azért is egy jó lehetőség számukra, mert azok a végzős diákok, akik első helyen a Kecskeméti Egyetem bármely szakát jelölték meg, mentesülnek a tanfolyam díjának megfizetése alól. Azok a középiskolások, akik viszont nem tudják teljesíteni a 2020-as alap vagy osztatlan képzésre vonatkozó követelményeket, máshogy is bekerülhetnek a felsőoktatásba. A felvételi rendszere ilyen szempontból picit rugalmasabb, hiszen mindig is rendelkezésre állt például a felsőfokú szakképzés azok számára, akik esetleg nem rendelkeznek azzal a felvételhez szükséges pontszámmal vagy feltételekkel, ami most ugye a jogszabályok szerint előírás. Tehát ilyen szempontból a felsőoktatási szakképzés egy nagyon jó indulási pont lehet majd azok számára, akik esetleg még nem rendelkeznek azokkal a kritériumokkal, ami az alapszintű képzésre bekerüléshez kell, és ott pedig már nagyon sok olyan tárgyat tanulnak, amit a későbbi tanulmányaik során be tudnak számítani. A felmérések szerint a változások eltérő mértékben érinthetik majd az egyetemeket, de az előrejelzésekből kiindulva az első évben valószínűleg visszaesést eredményezhetnek. A felvételig azonban még 8 hónap áll a diákok rendelkezésére, így van idejük egy B2-es szintű általános nyelvi komplex nyelvvizsga és egy emelt szintű érettségire való felkészülésre.